Volt egyszer egy hidegháború. A hidegháború kifejezést 1945. október 19-én használta először a Tribune című angol hetilapban a 20. század szellemi óriása George Orwell a Te és az atombomba című írásában. Az Állatfarm és az 1984 című regény jeles írója megjósolta, amennyiben az atombomba 2-3 szörnyetek szuperbirodalom kezébe kerül, különös patthelyzet jön létre, amely a világ felosztásához vezetne. Orwell intuíciója elképesztően precíznek bizonyult. A nagy angol író mintegy előre vetítette, hogy véget érhet a hagyományos nagyléptékű háborúk időszaka. Egy olyan béke végtelen meghosszabbítása következhet, amely igazán nem is azonos a békével. Az atombomba felülírta Sztálin további terjeszkedési terveit. Kedves nézőink, kaptam egy érdekes levelet egy nyugdíjas egyetemi tanártól. Jóval idősebb nálam, megjárta, hogy mondani szokás, Tolnát és Baranyát, fiatal emberként a Rákosi rendszert is jól ismerte, és pont akkor, 1952-ben járt először egy ifjúsági delegációval a Szovjetunióban. És hát kőkeményen beolvas nekem, hogy igazságtalan vagyok Josip Viszarionovics Sztálinnal szemben, akkor szárnyalt az ország, gyorsan rendbe jöttek a dolgok, a föld vájta kunyhokból kiléptek az emberek, nagy szabású építkezés volt, ő maga is látta ezt az építkezést Moszkvában, és általában egyenletes volt a fejlődés, és amíg élt Sztálin, nagyjából a Szovjetunió terjeszkedett, és ha nem tudott terjeszkedni, akkor is őrizte a limeszeket, nem úgy, mint a kelek, hogy a Hruscsov, a korrupt Brezsnyev alatt, hát nem beszélve Gorbacsovról és Jelcinről, akik tönkretették ezt az országot, és a Szovjetunió szétesett. Hát ez egy politikai felfogás, nem szívesen vitatkoznék ezzel, de amikor konkrétumokat, különböző nagyon konkrét eszmefuttatásokat, emlékeire támaszkodva persze és a szakirodalomra, mert lábjegyzettel írta meg ezt a levelet, egyetlen egy lábjegyzet, de felsorolta a szakirodalmat, tényleg egy jártas, olvatosott ember. Nos, hadd vitatkozzak a tévékamera segítségével. Hát, ha ez egy érdekes dolog lesz, így ez a vita. Az igazság, hogy nem igaz, hogy Sztálin alatt nagy építkezések voltak. Moszkvát, Kijevet és esetleg még egy-két nagy várost, Minszket leszámítva, ahol túl nagy rombolások történtek a II. Világháború alatt. Moszkvába összpontosították a német hadifoglyokat, a Málenki robotra, vagy egy ilyen típusú elszállításra, internálásra ítélt embereket, és németeket főleg, de ott voltak magyarok is, voltak románok, voltak még olaszok is. Hadifogói táborok sora épült Moszkva mellett, és a legszínpompásabb épületeket, a sztálini barokk nagy termékeit, ezek az hadifoglyok hozták rendbe, vagy pedig fel is építették ezeket. Köztük Sztálin az Egyesült Államokra gondolt, de ilyen sajátos oroszos szovjet megoldásra Sztálinnak az volt a véleménye, hogy föl kell húzni Moszkvába hatalmas, panorámával rendelkező épületeket, de ezek nem amerikai felhőkarcoló típusú épületek legyenek. A háború előtt Sztálin, Lázár Kaganovicstól hallottam ezt Moszkvában valamikor, Sztálin arra gondolt, hogy egyszerűen föl kell húzni olyan felhőkarcolókat
mint az Egyesült Államokban van nagyon sok, de hát közben jött a háború. Ezek ilyen érdekes torony, kupola házak voltak, vörös csillaggal ékesítve, úgy mint a Kreml tornyait is, vörös csillag ékesítette, és a legfeltűnőbb épület ezek közül a Moszkvai Egyetem, akkor még Lomonoszov Egyetem épülete volt. Amikor döntés született a szovjet pártvezetésben, hogy legyen-e Lomonoszov Egyetem, vagy más egyetem, többen felvetették, hogy Sztálinról nevezzék el az egyetemet, Sztálin valami ilyesmit hümmögött, majd a halálom után ez legyen most egy főpróba. Tehát másút nem volt építkezés. Én magam is kisgyerekként, fiatal emberként szinte, még emlékszem, mennyire lerombolt állapotot tükrözött ez az ország. Utcai, udvari vécék, faházak, kunyhók, elképesztően szegény volt a lakosság, és egyáltalán, ami a szovjet kül- és belpolitikát illeti, egyáltalán nem jellemezte az országot az organikus fejlődés. Amikor Sztálin hirtelen rájött, például 1949-ben, miután tényleg a lerombolt háborús idők után kezdett valamennyire fejlődni az ország, és eltörölték a jegyrendszert is, viszont ennek az volt az ára, hogy 1-10 arányban be kellett szolgáltatni a pénzt a bankokba, az infláció csökkent emiatt is valamennyire. Nos, és itt vitatkoznék a levélíróval, akkor Sztálin mégis eldöntötte, hogy a jólét helyett, majdnem Göringi kifejezés ez, hogy ágyuk legyenek vaj helyett, a jólét helyett a hadipart kell fejleszteni, és a hadiparon belül rengeteg tank épült a II. Világháború idején. A szovjet ágyuk még a cári időszak hagyományát örökölve rendkívül modernek is jók voltak, fejlettek. 1914-15-ben már kiderült, hogy a Putyilov gyári ágyuk vannak olyanok, mint a Krupp ágyuk, csak hát a közlekedés volt olyan a cári időkben, még a szovjet korszakban is, a frontra nagyon nehéz volt ezeket az ágyukat kiszállítani. Na most akkor egy rakétarendszert, egy szabályos rakétarendszert kezdett építetni Sztálin, akkor ő meghalt, ez az egész még nagyon kezdetleges fokon volt. A FAU 1, a FAU 2 és a tervezett FAU 3 konstruktőrei ott voltak már a Szovjetunióban, voltak kiváló szovjet tudósok. Ilyen volt például Koraljov, aki az egész Sputnik program atya volt, és a rakéta program atya. Ő egyébként a II. Világháború előtt közönséges gulág lakó volt, megverték a köztörvényes bűnöző társai, aranymosással kezdett foglalkozni, majdnem meghalt. Az volt a vád ellen, hogy ő azért tervezte a szovjet rakétákat, az áruló Tuhacsevszki marsal irányításával, hogy ezekkel a rakétákkal majd szétlövi a Kreml, és megöli Sztálin elvtársat, tehát képtelen vád volt. Most voltak szovjet tudósok, voltak német tudósok, és Sztálinnak az volt a terve, hogy rengeteg rakétát építeni, és ezek a rakéták kör alakban megvédik majd Moszkvát, esetleg azokat a kaukázusi településeket, ahol Sztálin nyaralt nyáron és télen is egyaránt, mert 1940-es évek végén és az 50-es évek elején általában évente, nem túlzás ez, 5-6 hónapot töltött nyaralással a Fekete-tenger partján vagy grúz hegyek között. És ami pedig a szovjet külpolitikát illeti, hogy egyenletesen fejlődött, tartotta az iramot, hát ebben sem értenék egyet a milyen tisztelt levélíróval.
ami a szovjet külpolitikát nagyon is jellemezte, hogy hektikus volt. Sztálin egy művelt ember volt a maga módján, a geopolitikai dolgokat úgy értelmezte, akár csak a cári Oroszország urai, hogy totális terjeszkedés. Gondoljunk arra, hogy II. Miklós azért robbantotta ki sokban a provokáció folytán a háborút a kisebb és jóval gyengébb Japánnal, hogy megszerezze Koreát, Tibetet, a Mongóliát, mindkét Mongóliát, külsőt és belsőt, főleg pedig Mandzsúriát. Tehát ő a fél Kínára áhítozott, és az II. Miklós udvarában akadtak olyan politikusok, és részben a külügy irányítója is. Ezen törték fejüket, hogy sárga Oroszország néven egy orosz barát vagy orosz protektorátus alatt lévő Kína jöjjön létre, mert hisz van Oroszország, van Fehér Oroszország, a mai Belarus, van Kis Oroszország, a mai Ukrajna, van Novorosszia és Dél-Ukrajna és a Dél-Oroszország, különbözőképpen értelmezték ezt, ott van a hatalmas közép-ázsiai kormányzóság, katonai kormányzóság, miért ne legyen Szibériától délre és távol-keletről délre egy hatalmas, félig meddig korábban a Kínához tartozó birodalom, amely az orosz birodalom része lesz. Sztálin elejente nem gondolt, persze nem gondolkodott olyan nagy tervekben, és nem gondolt arra, hogy ez megvalósítható. Ő örült, hogy 1939. augusztusában és szeptemberében megegyezvén Hitlerrel, megkötve Hitlerrel a Molotov-Ribbentrop paktumot, gyakorlatilag kitolta a szovjet határokat, majdnem a régi orosz határok közelébe, Baltikum, Nyugat-Ukrajna, Nyugat-Belorusszia, a lengyelek a mai napig is azt mondják, hogy ez Kelet-Lengyelország, Kreszi és Moldávia, és persze Sztálin azt gondolta akkor még, érdekes módon erről keveset beszélünk, talán még keveset tudunk is, hogy Bulgária is épp olyan szovjet tagköztársaság lesz, vagy vazalos állam, mint a kis három balti demokrácia, és nagyon ácsingozott, hogy a kiárat, a két szoros Boszporusz és Dardanellák a Fekete-tengerből a Földközi-tengerbe, ezek is szovjet kijáratok legyenek, szovjet terület, és ott szovjet légibázis és szovjet tengeri bázis épüljön. A II. Világháborúban az utóbbi elmaradt, hiába szerette volna megszerezni Sztálin Törökország egy részét, az angol flotta befutott a Földközi-tengeri angol flotta, amely a II. Világháború alatt nagyon megerősödött, sokkal erősebb volt önmagában, mint a szovjet flotta, hát még az amerikai flotta szintén befutott a Földközi-tengerbe, és ez a két hajóraj ott strázsált, ott volt közel Sztambulhoz, Isztambulhoz, régi Konstantinápolyhoz. Sztálin terve az volt, hogy Sztambulba, Isztambulba, volt Konstantinápolyba létesüljön egy olyan nagy tengeri és légi katonai bázis. És ez a katonai bázis ellenőrizze a kijáratot a földközi tengerből a fekete tengerbe. Törökország ezáltal nagyon gyenge, ötödrendű hatalom marad. Arra is gondolt Sztálin, hogy a különböző kaukázusi területeket, ahol részint örmények és grúzok laktak a múltban, aztán volt egy nagy bérengzés az első világháború idején, az örmények többsége kipusztult, na most ez a rész is a Szovjetunióhoz kerül, és hát nagyjából és teljes egészéből, amennyiben, nem jó azt mondani, hogy mi lett volna, ha, de tényleg, ha az amerikaiak nem vetik be Nagasakinál és Hiroshimánál az atombombát, noha nem azért vetették be az atombombát elsősorban, hogy elvegyék Sztálin étvágyát a további terjeszkedéstől, hanem hogy Japánra gyakoroljanak nyomást, nem akartak még 500 000 vagy 1 000 000 katonát veszteni a japán szigetcsoportért való harcok során, esetleg a mandzsúriai harcok idején, bár a Szovjetunió észlelve, hogy Japán kész kapitulálni, betört Mandzsúriába, no de mindegy, szóval az az igazság, hogy ha nincs ez az atombomba, akkor a Szovjetunió bizony be is tör Törökországba.
Ugyanezt történt Dél-Azerbajdzsánnal, a Kurdisztán egy részével, ott már úgynevezett szovjet köztársaságok létesültek félig meddig, szovjet csapatok állomásoztak, és 1946-ban bizony onnan ki kellett vonulni a szovjet csapatoknak, és a végén pedig a török hatóságok vérfürdőt rendeztek e két területen. Az kurd hadsereg szabályosan átvonult a Szovjetunióba, nemrég találtam olyan érdekes levéltári forrásokat, hogy milyen szempontok szerint ezt a hadsereget leszerelték, és Közép-Ázsiába, különböző állami gazdaságokba letelepítették a katonákat, és körülvették majdnem gulágszerűen szovjet karhatalmistákkal ezeket az állami gazdaságokat, ott dolgoznia kellett a kurdoknak, még házasságot is kötöttek többen, elvettek orosz-ukrán nőket, ázsiai, közép-ázsiai nemzetekhez tartozó nőket nem annyira, és a kurd elit Irin Barzanival, a felkelés irányítójával, akinek most már harmadik, negyedik nemzedéke szerepet játszik Irakban és másod a kurdok küzdelmében nemzeti törekvéseit képviselve. Na most a Barzani tábornok a Vörös Hadsereg, később a Szovjet Hadsereg Katonai Akadémiájának a hallgatója lett, és nagyon érdekesen alakult a további sorsa. De ez egy másik történet, valószínűleg sorozatunkban még erre visszatérünk a 60-as éveket taglalva. Barzani tábornok egyes számú moszkvai összekötője az a Pavel Szudoplatov tábornok volt, aki a Kreml nemzetközi terrorista akcióit irányította az 1930-as évek végétől 1953 nyaráig meglehetősen nagy sikerrel. Pavel Szudoplatovnak nem volt nagy dolga beszervezni Mustafa Barzanit különleges katonai hálózatába. A kurd tábornok, aki az Irán, Irak és Törökország közötti senki földjén 1946-ban rövid ideig Moszkva barát ütköző államot, a Mahdabi köztársaságot hozta létre, az angolok által támogatott kurdok körében szabályos vérfürdőt rendező iráni hadsereg atrocitásai elől a Szovjetunióba menekült 10 000 válogatott fegyveressel és jó néhány civillel. Sztálin eleinte az iráni szovjet határon telepítette le Barzani seregét, a Teheránnal és Ankarával való háborúra készülve. Majd nyugati nyomásra a szovjet diktátor lemondott erről az eszelős tervéről. A lefegyverzett kurd fegyveresek üzbég állami gazdaságokban éltek közel 10 esztendeig. Mustafa Barzani pedig szovjet tábornokként szorgosan koptatta a moszkvai Frunze Katonai Akadémia padjait. A terjeszkedés annyiban maradt el Európában, hogy Sztálin egy óriási területet ellenőrzött katonailag, Kelet-Németországot, amelyből később az NDK lett, Lengyelországot, Magyarországot, részint Ausztriát, Ausztria keleti tartományait, és ott Bécs mellett, Baden-Bei-Wienben volt egy olyan hadsereg főhadiszállása, amely ellenőrizte, akkor még nem déli hadseregcsoport, hanem központi, középső hadseregcsoport, amely ellenőrizte Magyarországot, Kelet-Ausztriát, Bécs egy részét, és eleinte Csehszlovákiát is, de Csehszlovákiában az amerikai csapatok a nyugati cseh tartományokból és Csehszlovákia többi részéből kivonultak a szovjet csapatok, de itt is Sztálin azért lecsípett egy területet a II. Világháború előtt, mielőtt Kárpátaljára magyar katonák léptek, ez egy ősi magyar terület volt, de mindegy, akkor Csehszlovákiához tartozott Kárpátalja, átmenetileg autonóm terület volt, átmenetileg, a önálló Berlin barát, fasiszta barát Szlovákia meg akarta szerezni ezt a területet, a rövid ideig Volosin vezetésével ott volt egy pár napig létező, rövid ideig létező kis bábállam, lényegében a náci Németország égisze alatt. Hitlernek voltak olyan terve, hogy ott legyen egy pici úgynevezett Piemont, a Piemont egyesítette annak idején a kis Piemont Itáliát, hát ott is legyen egy ilyen kis ukrán Piemont, de a végén Hitler fölmérte a helyzetet, és úgy gondolt arra, hogy inkább kiegyezik Moszkvával átmenetileg, felosztják egymás között Kelet-Európa egy részét, és akkor neki zúdul Angliának, Franciaországnak, és hát főleg megtámadja Lengyelországot, pontosabban Sztálinnal együtt megtámadják közösen
Lengyelországot is. Így is történt. A második világháború idején Edvard Beneš, az emigráns cseh politikus, az úgynevezett csehszlovák állam nevében, hát ilyen állam akkor már szétesett és nem létezett, ő is lemondott már egyszer ennek az államnak az elnökségéről, és úgy ment ki először Párizsban, majd Londonban, az Egyesült Államokban is élt egy ideig. Most ő megígérte Majszki londoni szovjet nagykövetnek, amennyiben háború véget ér, és amennyiben létesül egy közös szovjet csehszlovák határ, akkor Kárpátalja inkább kerüljön, ha a Szovjetunió úgy gondolja, a Szovjetunióhoz. De hát ez részben meg is valósult, Sztálinnak sikerült nyomást gyakorolni Benesre 1945-ben, és akkor megszerzi Kárpátalját, papíron Ukrajna számára, gyakorlatilag átmenetileg ott szovjet uralom volt, elképesztő források vannak arról, nem csak, hogy tényleg egy genocidium történt például a németekkel, a magyarokkal szemben, mi történt Szojván, mi történt másod, a életképes, erős magyar lakosságot miként deportálják Szibériába, vagy ott meghalnak tömegesen, de ott az oda bevonuló, bezúduló szovjet csapatok egyszerűen szétrabolják ezt a vidéket, és én számtalan olyan levéltári forrást találtam, hogy a Moszkva barát, vagy elvontan ukrán barát a II. Világháború alatt helyi ruszinok vagy helyi ukránok, orosz kulturális gyökerekkel rendelkező értelmiségiek, gazdagabb parasztok kétségbe voltak esve, akik szemben álltak a magyar úgymond uralommal, és többen azt mondották, és ezért sorra letartóztatják őket, hát a magyarok alatt sokkal, de sokkal jobbul. Na most, ami a terjeszkedést illeti, Sztálinnak az volt a háború vége felé a terve, hogy valahogy a balti tenger kijáratát is kellene a szovjet flottának ellenőrizni. Hát ehhez tényleg alkalmas lett volna Bornholm, dán sziget. Ezt a szigetet szovjetek szállják meg, de onnan is ki kellett vonulni. Ki kellett vonulniuk Észak-Norvégiából. Ez egy stratégiailag nagyon fontos terület volt, és később, amikor létrejött a NATO, a Szovjetunió a Kola félszigeten rengeteg katonát, hajót és a kikötőkben is repülőgépet állomásozott átelemben Észak-Norvégiában, és ezekben az országban, Norvégiában, Dániában másod amerikai légi bázisok és tengeri bázisok létesültek, nem is beszélve Németország három megszállási övezetről, francia, angol és amerikai megszállási övezetről. Ezek az övezetek sokkal nagyobbak voltak, és Német Szövetségi Köztársaság néven ezek később egyesültek, és gyakorlatilag a szovjet vezetés megértette Sztálinnal az érén, hogy hát Németországban, egy egységes Németországot szovjet irányítás alatt, szovjet protektorátus alatt hát nem tud majd létesíteni. Itt is volt egy nagyon érdekes megoldás. 1948 nyarától berlini blokád néven a szovjet csapatok és a légierő úgy körülvették úgy Berlint is annyira, hogy úgy tűnt, hogy a szovjet csapatok bevonulnak a három nyugat-berlini megszállási övezetbe, és ha nem is harmadik világháború tört ki, de a nyugati megszálló garnizonoknak ki kell majd onnan vonulni. De nem itt történt. Amerika nagyon érdekes módon ellátta a félig meddig pár hétig éhező nyugat-berlin lakosságát élelmiszerrel, hatalmas légi híd létesült, voltak légi összeütközések a levegőben. Sztálin belátta, hogy végül is vesztett, és véget ért a berlini blokád. Két alkalommal Sztálin, egyik alkalommal Franciaország kommunista pártját, másik alkalommal az olasz kommunista pártot Togliatti vezetésével, sőt az olasz szocialista pártot Pietro Nenni vezetésével Sztálin elkezdte bíztatni, hogy lázadjanak fel. Ő akkor segítséget küld oda, például Észak-Olaszországba lengyel szenet, Franciaországba orosz és ukrán gabonát, vagyis szovjet hajókkal oda szállítanak gabonát, megtámogatja anyagilag a két országot, és olyan erős a kommunista befolyás még a katonai közegben is ezekben az országban, hogy
biztos sikerre számíthatnak az olaszok és a franciák, mármint a kommunista elitet illetve. Наша победу славит земля.